megszülettem, azóta álmodok. Minden este képzeletben, most is melletted vagyok. De te nem mondtad a végén, majd a tévén nézhetem, mi van veled. S majd a hírekből s a tényekből tudom meg, hogy most milyen jó neked. Emlékszem, azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldek még a fák. Amíg az óra jár a hét határban, mindig várnak új és új csodák. S majd a Temze parton bérelünk szobát, és átbeszéljük ott az egész éjszakát. És az erkéről a csillagok majd úgy figyelnek ránk, mint én te rád. Egyszer egy hűs őszi estén a kertben vártalak, elbújtam és nem kerestél a kedvenc fánk alatt. És csak vártam, és te soha nem jöttél. És hogyha éjjelente fáztam, mást akart be, hogyha nagyon fújt a szél. Te azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldek még a fák. Amíg az óra jár a hét határban, mindig várnak új és új csodák. Aztán azt mondtad, hogy találok majd más, akivel sokkal jobban megértjük egymást. Sokkal jobbat, szebbet, rendesebbet állnak. Várjuk folytatást. Az élet megy tovább. Dániel Figergeit hallottuk, azt mondtad. A taps azt hiszem magáért beszélne, de hogy a lisszaboni közönség értené, átérezné a dalt, erre vagyunk kíváncsiak. Judit, szerinted? Nagyon gratulálok ismét, és én nagyon remélem, hogy elér a gyönyörű hangod ahhoz az emberhez, akiről írtad ezt a dalt, és megkapod azt a figyelmet és szeretetet és elfogadást, amiről énekelsz. Nagyon gratulálok. Köszönjük szépen. Misi, a csendről beszéltél a kisfilmedben. Általában nem nagyon szokták szeretni a zenészek a csendet, de szerintem az egyik leggyönyörűbb muzsika az a csend. És mindig az előadásod után az ember kapkod a levegőért. Igazából csendbe szeretne maradni és megélni azt, amit történt vele, amilyen hatást elértél nála. Amikor hétről hétre várja az ember, ez picit olyan, mint a szerelem, mikor szerelmes vagy egy lányba, és várod az újabb és újabb találkozást, hogy találkozz vele, megöleld, szeretnéd megint azt az érzést érezni. Én mindig így voltam veled és a daloddal és a produkcióddal, hogy így kaptam valamit tőletek, és azt úgy hazavittem, így el voltam egy hétig, és tudod, mikor ingerenciája van az embernek arra, hogy én is ezt szeretném még egyszer hallani és átélni. Úgyhogy gratulálok neked és nektek. Miki? Szóval továbbra is szuperül fókuszált a produkción. Nagyon tetszett, gratulálok. Köszönjük szépen. Pontokat most sem várhatunk, de azt gondolom, hogy a vélemények magukért beszéltek. Menj a páholyba, pihent ki magad. Dániel Figergő!